Jégcsapok lógnak erről az utcai lámpatestről. Nem biztos, hogy ebben a hidegben sokan szívesen időznek hosszabban a szabadban, de amint melegebbre fordul az idő, bizonyára ez a park is benépesül majd. Néhány napja csúzdal, libikóka, rugós játékok és más hasonló eszközök várják a nyíregyháziakat, a kis erdőként emlegetett, vagyis a Mák, Géza, nefelecs és Hunyadi utcák által határolt területen. A város önkormányzata még egy két éve elnyert pályázat megvalósítása keretében fejlesztette a parkot bő 40 millió forint uniós támogatással. Megújult a zöld felület, árnyékoló, lompullató, többszinte zöld felületeket alakítottak ki az elmúlt hónapokban. Új többkorcsoportos, sok funkciójú játszótér épült esés-csillapító felülettel ellátva padokat, asztalokat, hulladékgyűjtőket és információs támlákat is kihelyeztek aki pedig két keréken érkezik, a bicikliét is le tudja kötni. Azért, hogy a park sokáig maradjon ebben az állapotban, térfigyelő kamerák figyelnek a rendre.